Sziasztok, nagyon 12-jük, és már egy AMX és Szördös Sárról láthattok egy videót. Népszerű nevény az AMX CDC-ről. Siegfried Line-on vagyunk 67% eséllyel. Próbáljuk megvédeni azt a kört, illetve ezt a teret. A tankunk parancsnok a Kusz Klánból, BMW E34 M5-ös. De inkább a gyűjtő nevén a BMW-nek fogjuk szólítani ezután. Közben mutogatom a lőszereket, láthatjátok, egy 90 mm-es ágyú van ezen a CDC-n. Készült már róla egy bemutató videó, amire kicsit bővebben beszéltük, most inkább csak a csata közben nézzük meg, hogy és miként próbálják megvédeni a bázist. Mivel papírtankok vagyunk, ezért érdemes, mint az előző videómban is, vagy a bemutató videóban elmondtam, nem a második, hanem inkább a harmadik sorban harcolni, tehát minél hátrébb, hogy ha lehetséges, ne kapjunk be lövéseket, mert ugyanis nincs, ami megállítja a felén küldött lövéseket. Is 6-os RHM, hát vannak itt szépen, és egy trekket kapott az RHM-től, és ez borzasztó nagy mázdi, hiszen akár 500-600-zal is megkacsúsíthatta volna, ha csak nem egy troll löveg van azon az RHM-en, mert akkor még többet tudott volna bevinni. Nem az van rajta, a kisebb 270-et sikerült kiosztani. 240 az átlagsebzésünk, mind az AP, mind pedig az APC erlőszerés, illetve az átütésünk az úgy alakul, hogy 212 az alaplőszer, illetve 259 APC erlőszeré, tehát az aranylőszeré. Töltésidő 5,89 nála. Ez 100-as legénység mellett 7 másodperc, amit lehet javítani nála, a kávé egy picit besegít. A Centurion 1 nagyon rosszul tett, hogy annyira hátul maradt, hiszen ha felderítődik ott azon a nyílt terepen, nagyon jól lehet lőni. Ez is 6-os, ugye elég pontos ágyunk van. Be lehet lőni a két rés között, hát nem nagyon sikeredett, tehát a pontos ágyú most rácáfolt arra, hogy pontosnak hittem. De azért nem olyan rossz, hisz 0.32 a pontossága, amit 0.299-re, tehát 0.3-ra lehet javítani, azért 100 méteren ez a 30 centis szórás az nem olyan rossz. Na nézzük, ki bukkan most fel legközelebb, ugye ott a T-37-es megy spotolni. Valaki felderítette, és itt borzik is mellette a díszlet. T-43-as szépen előre jött, a Centurion is ott van. 226-ot sikerült készült, van még a T-54 mód 1-es. És a T-43-as most bukott át. Próbálják kiszedni minden áron a T-37-et, ugye, hogy ne adjon spotot a dombon lévőknek, és ugye ne lehessen meglőni őket. Hát ez sikerült is a T-43-asnak. Hát itt azért jócskán aláadta azt a lövést a középtől. A T-30-as kibukkan a sarkon. Került meglőni, ő pedig eltalálta a díszletet, hál' Istennek, így is mondhatnánk, hiszen ha mondjuk repesz volt betöltve, akkor bizony nagyon nagy kárt okozhatott volna, illetve egész sok legénységi tagot megölhet. Na, kikukucskálni még szerintem nem fog többet. Ugye ott egy, így is volt egy oni volt jelezve, hogy azon a részen ott van, az AMX 1390 valószínűleg ő láthatta, meg azért villant be a paralámpa. A látótávunk az tulajdonképpen nem túl nagy, 390, de hogyha teszünk rá egy távcsövet, ezt 429-et tudjuk javítani, és azért az már elég jó. Az AMX
Kings-et sikerült meglőni. Jelen pillanatban 2400 sebzésnél tartunk. Automata célzásba fogta és buff. Sikerült is kiszedni, akkor meg lett az első fregünk. Tony nagyon furcsán áll. Ugye a nagyobb tírben esetlegesen előfordulhat, hogy kell használnunk a tízesek ellen a goldlőszerből, de ilyen 8-9-esek között nem nagyon kell betöltenünk. Na nézzük, itt egy T30-as láttunk utoljára, illetve egy IS-3-as volt itt a környéken, itt a házak között, az udvaron belül. Na, előre kell nézni, még, hopp, így nézzétek, teleportált ide az IS-3-as. Nagyon érdekes az átszarendszer, úgy néz ki, illetve a felderítési rendszer ebbe a játékba. Mindig hivatkoznak rá, hogy van egy bizonyos távolság, amikor mindegy, mi van köztetek észre, hogy vegyed a tankot. Ez nem így E1-es, és mégis, mint hogyha csak úgy eléugrott volna a Star Trekből teleportálás módba, 239 54 E1-nek. Vigyázni kell, mert ide néz. Igen, sikerült is beütnie, amitől tönkretette a lőszerrekeszt. A lőszerrekeszt mindig javítsátok, ha csak tehetitek, ha még van javítótok, mert a következő találatra ugye fel fog robbanni. Akkor itt át kéne futni a túloldalra. Hoppa, roncs. Szerencséje volt, hogy nem épp ide nézett T-54E1-es. Bár most ugye el van foglalva azzal, hogy összeszámolja a HP-ját, ami nem túl sok. A célzás idő az egész kedvező, 2,1-1 százas legénység, mert amit 1,7 lehet javítani, hogy a francia tankoknak is van ez a betegsége, hogy egy picit túl hosszú a célzási idejük, de ennél a tanknál ez egész kedvező. 90 lőszerünk van, ugye nagy a test, tehát valamivel ki kellett tölteni. Ezt a 90 lőszert azt hiszem, hogy két csata alatt sem tudjuk ellőni. Csőlehajlásunk mínusz 10, illetve plusz 20 fölfelé, tehát nagyon jól tudunk lefelé harcolni vele. Mozgásunk, fordulékonyságunk, a sebességünk nagyon kedvező, hiszen 57 előre és 20 vissza, ez a 20 az azért nagyon jó, mert papírtank lévén ugye kiugrunk, lövünk vissza gyorsan, és ennél nem árt, hogyha ezt minél gyorsabban meg tudjuk valósítani. Nem túl nagy a tank tömege, ezért nagyon jól tudja ez a motor mozgatni. Na, valahol a Ferdinánd ott a sarokban, fönt, hát, vagy a K, vagy igen, ahol pingelgetnek, valahol ott lehet. Na majd észre fogja venni, amikor felderít, ugye az ott valószínűleg egy álcaháló mögött. Periszkópon a szemével kuksol és figyel, és már fel is derítette őt. De meg kell várnunk, még leesik a spot. Jelen pillanatban hárman vannak, ugye nem túl nagy HP-val rendelkeznek. Hát a Cherotyr, illetve ő nem fog pattintani, a Conqueror ez esetlegesen. De azért, ha ilyenkor van esze az ellenfél Ferdinándjának, akkor azon nyomban repesztölt, és mindenkit repesztel fog lőni. A Conquerorról biztos, hogy leüti azt a 90-valány HP-t, a CDC-be biztos be fog menni, szerintem a Cherotyrba is. Legalábbis én azt töltenék. Amennyiben tudja, hogyha megnyomjátok az altot, akkor és van XVM-etek, akkor ugye kiírja, hogy az ellenfélben még mennyi HP maradt. De most ismét meglátta, megint fedezébe kellett vonulni, szép egyenesen lehet. Tehát most már biztos, hogy ott van egy olyan bunker ott fönt, és az mögött lehet. Ott általában az a TD-k meg szoktak húzódni, elbújnak álcahálom mögött, és akkor hát... Szerintem, hát nem volt neki ekkora
Ágyú felemelkedése, süllyedése, felemelkedése, kicsit nagyon fel van tolatva a fenekével, és lehet, hogy ez miatt nem bírt ide lőni pontosan, hanem azért talált el a fedezéket. És itt az oldalát meg lehet lőni, az előző lepattan. Ez egy tankász, illetve egy szárnysegéd, nézzük a sebzéseket. 4186, 1356 az XP és a kredit is elég jó jött. Köszönöm BMW-nek a visszajátszást, nektek a figyelmet, na jó, 12 vagyok, és találkozunk legközelebb, szervusztok!